Az Európai Unió szigorúan előírja, hogy a tagállamokban keletkezett hulladékok lehető legnagyobb része legyen újrahasznosítva, és így kerüljön be a körforgásos gazdaságba. Ez azt jelenti, hogy a hulladékok több mint fele újrahasznosul, és másodlagos nyersanyagként visszakerül az ipari termelésbe. A folyamat Magyarországon sajnos még nem igazán hatékony. Ennek fellendítésére vezették be 2023. július 1-től a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert, rövidített angol nevén az EPR-t. Hornok Jenő, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamarának vállalkozásfejlesztési vezetője azt mondta, igyekeznek naprakész információkkal szolgálni a cégek számára. Igazság szerint kamaránk kiemelten kezeli és kiemelt célként fogalmazta azt meg, hogy egyrészt ugye az önkéntes tagságot, másrészt ugye a vármegyében működő vállalkozásokat megfelelő időben, megfelelő információval ellássa. Ennek érdekében egyébként társkamarákkal is közösen szoktunk munkálkodni, így a mai rendezvény kapcsán is ugye a Tolna vármegyei mérnökkamarával közös rendezvényként abszolváljuk ezt a vállalkozói fórumot. Ugye itt a hulladékkezeléssel kapcsolatos adatszolgáltatás időpontja aktuális, és az ezzel kapcsolatos feladatok. Az újítás lényege, hogy egyes termékek körforgásos hulladékkezelésének költségeiért a gyártók, termelők a felelősek. Ennek megfelelően a nyár második hónapjától kezdve a MOL hulladékgazdálkodási ZRT szervezi meg a kiterjesztett gyártói felelősség alá tartozó kötelezettségeket a vállalatok felé. Balogné Gál Zsófia, a Tolna vármegyei mérnöki kamara környezetvédelmi szakcsoportjának elnöke szerint az új rendelet nemhogy az érintetteknek, még a téma szakértőinek is komoly fejtörést okoz. Ez az egész rendszer egy nagy változás, tehát az az igazság, hogy itt július 1-től egy nagy változás van a teljes hulladékos rendszerbe, és hát... Sajnos, mert ezt nem tudom szebben mondani, sajnos az első jogszabályi megjelenés óta rendkívül sok jogszabályváltozás történt, és mondhatni hétről hétre változtak és változnak a mai napig a szabályok. Így azért ez egy elég komoly feladat szakértőként is ezt lekövetni, tehát azért az esték nagy része az jogszabálymódosítás olvasgatással folyik. De ez minden céget érint. Tehát az az igazság, hogy bármely termelő cég, tehát leszámítva azokat a kis egyéni vállalkozásokat, akik szolgáltatást végeznek, és otthonról, az irodájukból, vagy hát a lakásból végzik a munkájukat, őket nem érinti, ők maradnak ugyanúgy simán a közszolgáltatásnál. Mindenki mást viszont valamilyen formában szinte biztos, hogy érint az EPR, legyen az akár csak egy kereskedő cég, vagy legyen egy bármilyen termelő cég. Baka György, a Zöld Társalapítvány elnöke kiemelte, hogy mely termékcsoportok töltik be a főszerepet az új szabályozásban. Oroszlán részét képezi a csomagolószerek szabályozása, illetve a csomagolószerekbe csomagolt termékek a jogszabály szóhasználata szerint a csomagolások forgalomhozatala. Valószínűleg itt az előadás során is, mint a legnagyobb témával, ezzel fogunk egy kicsit részletesebben foglalkozni. Hozzátette, hogy a jövőben egyre több ehhez hasonló törvényre kell számítani. A döntéshozóknak ugyanis fontos célja, hogy a társadalom még környezetbarátabb életet éljen. A vállalkozások ne nyugodjanak meg teljes mértékben, ezért 2024. január 1-től bevezetésre kerül a kötelező visszaváltási rendszer is, amely a 0,1 liter és 3 liter közötti forgalombozott tejtermék kivételével az összes italt, üdítő, alkoholitalt, stb. Annak a csomagolását is érinti. Tehát rendkívül izgalmas hulladékos történésekre van kilátás a következő 1-2 évben. Október 20-áig minden vállalkozásnak kötelező elkészítenie legelső EPR bevallását. Majd innentől kezdve ezt a folyamatot napra pontosan 3 havonta kell megismételniük.